Ági, mennyire szoktál rögtönözni a konyhában? Hát két gyerek mellett, egy teljes család mellett nagyon sokat, nagyon fontos, te is tudod biztosan éppen mi van a hűtőben, mennyire éhesek a gyerekek, mennyire gyorsan tudunk valami finomat összedobni, úgyhogy sokszor. Akkor ez a feladat rád van kitalálva, ugyanis kapunk mind a ketten egy alapanyaggal teli dobozt. Nincs recept, viszont van 30 percünk, hogy süssünk vagy főzzünk a hozzávalókból valamit. Az időt onnan számoljuk, hogyha kinyitottuk a dobozt és kipakoltuk az alapanyagokat. Lássuk hozzá! Tehát ez fehér. Hát nézzük meg. Igen. Ez mi? Jó, hát ez, elég klasszik dolgok vannak benne, tehát ez tej, gondolom, vagy tejszín. Van itt egy kis liszt. Liszt. Zsemlemorzsa, vagy ez mi? Igen, ez zsemlemorzsa. Nem. Az igen, de ez dara, nem? Búzadara. Az. Igen. Só. Beletettem az egyiket a másikba. Ez szerintem amúgy túró, mert én közben itt így fogdosom is. Tojás. Eddig még nagyjából éreztem, hogy mit szeretnék csinálni, de jött a bacon. Ez mi? Valami jam. De most már én csak a rozmaringot érzem. Kóstold meg. Eperlekvár lehet. Nem vagyok édesszájú. És tojás. És mire de gondolsz? Jó. Hogy kezded? Én nem mondom el neked, nem? Nem mondod el? Ja, hogy húzunk egy paravánt is kettőnk közé? Nem, mert így lesünk a másiktól, mint az iskolapadban. De legalább azt árulod el, hogy sütés lesz, vagy sütés lesz, gondolom. Hát valamit sütni kell, gondolom. Tehát, hogyha itt tojás, liszt, tej, nem tudom. Tehát, hogy főzünk egy jó tejbe grízt, aztán sütünk hozzá egy piskótát, pirítunk egy kis békönt, és megdobjuk egy kis, nem tudom, mi ez? Túrós eperdzsemmel. Vagy még a jó kis túrógombi beletölteni mondjuk a békönt, és mondjuk fúzionált rozmaringos málnapürével tálalni. El tudom képzelni. Jó. Én szerintem csinálok egy túrós csúszán. Jó. Tudtad, hogy túl lehet verni a habot, Ági, és szétesik? Akár megpróbálhatnám a fejedre is önteni, nézd, nem esik ki. Imádnám. Miután felverted a habodat, utána én szeretném én felverni a saját habomat. Hát már csak 20 perc van hátra, amint megtudtuk. Nem állunk túl fényesen. Megálljuk, hogy mi süt ki nem belőle. Nem túl fényesen, nem állok sehogy. Én is azt szeretném. Én eddig egy tálban összekevertem két bögre tejet, egy bögre liszttel és egy bögre búzadarával. A tojás sárgákat kihabosítottam cukorral, és itt van a fehérje, azt még felverem, beleforgatom, és hát elárulom a titkot, én igyekszem nagyim császármorzsáját megcsinálni. Én pedig egy villámgyors piskótát szeretnék készíteni. Megnézzük, hogy meg fog-e sülni ennyi idő alatt. Közben pedig egy ilyen kis teljes túrós, darás tölteléket, egy krémet fogok hozzá készíteni, és hát reményeim szerint majd valahogyan még a végén a rozmaringot és a békönt megpirítva egy picit bele fogom tudni varázsolni, de hát ezt meglátjuk a végén, hogy sikerül-e. Azt mondja, hogy összekevertem a tojásokat az alappal, még a tojás fehérje nincsen, és még hiányzik hozzá, Jézusom, még nagyon sok minden, úgyhogy még van mit dolgoznom rajta. Csinálok valami kis, nagyon különleges krémet. Szerintem megpróbálom, hogy a békönt én ebbe belevágom. Ó, a lekváros békönös. Végül is, hogyha a békön működik juharszirupval, akkor miért nem működik? Akkor működik eperlekvárral is? Igen. Ez nagyon jól hangzik, Adrikán. Ebből mi lesz? Remélem elegendő lisztet tettem hozzá, mert jó, ha nem... Nagy adag. Igen. És hova megy neked a lekvár? Ja, az már benne nekem van. Nekem benne van, azzal édesítettem a túrókrémet, ami majd megy a kis piskótámba, hogyha minden jól megy. Jó, az enyém elkezdett egybeállni, ami nem egy hátrány. Segítek neked, Ági. Egy piszkáló vagy bár... Jó, nem kell itt megjátszani magunkat, hogy nem, segítek neked is közben. És már ragyan éged, de nem vettem le. Én is egy picit belekavargatok, úgy nézem, hogy úgy látom, hogy erre szüksége van rám. Igen. A segítségemre. Uramisten. Ezt meg kell nézni, hogy szépen megsültek. Ez
szerintem úgy tűnik, hogy meg. Ne piszkáld a süteményemet! De amúgy jó. Hát milyen menő. Lenne, én csináltam, Adri. Feltételezted, hogy nem lesz jó? Simán. Szerintem fejfelmélet haladunk, Ági. Nekem még körülbelül 4 perc. Egyértelmű volt, hogy tésztát készítünk, hiszen tojásunk, lisztünk és olyan alapanyagaink voltak, ami ugye ehhez való. És hát a legnehezebb benne számomra legalábbis a rozmaring és a baconnek a beépítése volt. Úgyhogy gyakorlatilag én ezt így mellé sütöttem így szépen egyben olajban. Úgyhogy meglátjuk, hogy együtt ez milyen ízharmóniát fog okozni, kíváncsi vagyok. És mibe tetted a kandírozott gyümölcsöt? Mert hogy én belesütöttem a piskótem. Aha, ott sütött, látom. Én meg lesütöttem így a császármorzsában. Azt gondolom, hogy egy picit tovább süthettem volna még ezt az egészet. A pézlitől talán nyúlósabb lett, mint a normális császármorzsa. Tökéletes lett! Tökéletes! De állag! Tökéletes! Most leöntöm ezzel a szósszal. Oké. Citrom tapsol. És közben hullik mindenhol a citrom. Nem baj, legalább jó illat van. Elnyomja az égett tésztádnak az illatát. Igen, amit te lesütöttél békönt, az sokkal büdösebb volt. Szerintem Ági jól sikerült. A barátságunk ennyire réteges? Hogyne. Tényleg? Most meg mély, mert ennek a közepe lyukas, és ott van benne a sok jó kis túrós, lekváros hab. Közben van rajta egy kis békön, ami az abszolút kedvenc ételem, hogyha egyet kéne megnevezni, minélkül nem tudok élni, az az, úgyhogy nagyon jó, jó étel. Ilyet még soha nem ettem. Ez egy új fejezet az életemben. De tényleg jó, könnyed a piskóta. Jó benne túró a krém. Gyömbér. Na Ági. Lássuk a tiéden. Ez az enyém. Remélem, ez egy picit azért finomabb, mint amennyire jól néz ki, mert... Jaj, Istenem! Ez volt a koncepció most őszintén. Hogy tálaltam volna Nagyim császár morzsáját formában? Összesen jó. Pontozni kell, én adok rá. Mi az, hogy jó? Azt mondta, hogy összesen jó. Milyen jó? Jó, nagyon jó! Annyira jó, sosem ettem még ilyen jót. Így van. Nagymamámnak elküldöm a receptet. Mindenki. Tanulja meg ezt is. Nagyi, mostantól a császármorzsa túróval a szardgyömbérrel a jó. Így van. Köszönöm szépen, Ági, hogy itt voltál velem. Hívlak máskor is, jössz? Mókás volt. Hát, hogyha nem sütni kell, hanem főznénk, akkor az sokan dobna a kedvemen. Mindenképp, az lett legközelebb. Uh-huh.